17. alkalommal rendezték meg azt az adventi jótékonysági estet a Szent István Művelődési Házban, amely évről évre határon túli magyar intézmények támogatását szolgálja, és amely ebben az esztendőben a katolikus Munkácsi Szent Erzsébet Caritas és a református Kárpátaljai Református Egyházkerület Mandulafa idősek otthona javára valósult meg. Az advent egyet jelent a jótékonysággal. Nem csak a magunk adventjére gondolunk, nem csak a magunk karácsonyát készítjük, hanem éppen a hitünkből kiindulva érezzük azt, hogy a szeretet arra sürget bennünket, hogy legyünk jótékonyak, érezzünk együtt másokkal, segítsük azokat, akik nálunk nehezebb helyzetben vannak, és akiknek számít a mi együttérzésünk, szeretetünk, és az a támogatás is, amit tudunk adni. Nagy öröm számomra, hogy itt Székesfehérváron sok-sok éve hagyományszerű, hogy advent elején egy ilyen jótékonyságú estel próbáljuk meg segíteni azokat a keresztény közösségeket, akár protestánsok, akár katolikus közösségeket, amelyek rászorulnak a mi támogatásunkra. Mindig nagy gonddal vannak kiválasztva ezek a közösségek, és nagy örömmel juttatjuk el nekik azt a támogatást, amelyet az idejövő emberek szívesen és örömmel adnak a számukra. Mondd meg nekem, csere buga, mikor leszem tavasz világ, akkor leszem tavasz világ, mikor erdőd biborulna, mikor erdők biborulna. Steinbach József a Református Egyház Dunántúli Református Egyház kerületének püspöke számára esztendőről esztendőre megerősítést jelent az összefogás. Nagyon hálásak vagyunk évről évre, most különösképpen, hogy Prekrit Judit testvérünk és a szervezők megszervezték újra ezt az alkalmat. Tudjuk, hogy a járvány miatt egy ideig kimaradt ez az alkalom, és hát a kárpátaljai testvéreknek, mind a református idős otthonnak, mind pedig a Munkácsi Szent Erzsébet Caritasnak nagy szükségük van a háború idején a segítségre. Hadd mondjam el azt, hogy egy héttel ezelőtt jártunk püspöktársaimmal együtt Kárpátalján, és hát megrendítő volt, amit ott láttunk. Hordozzuk imádságban az ottani testvéreinket. Arról nem is beszélve, hogy közel 80 lelkipásztorunkat hűséggel, családjukkal együtt helyt áll, és hát közben működtetik az intézményeket, szociális és közoktatási intézményeket. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ezen az estén gondolunk rájuk, és a fellépő művészeknek is hálás szívvel köszönjük ezt a segítséget, támogatást. Ma azt gondoltam, kellene fegyver nekünk is. Szelídeknek. Fegyvereket ölnénk vele. Hisz akik nem ölnek, megövetnek. Az ember veszett harapós gépeket nevel gyilkolásra. A halál földünkre tapos, akár a páncélos bogárra. S égig fröccsen a fény. Vakon tántorog az űrben az Isten, hogy emberi égtájakon magának más földet kerítsen. Mert béke akkor lesz, ha mind beleégünk majd az agyagba.
kővé válnának dolgaink, és lélek lelken nem maradna. Fölriad, s nőne a virág, de visszabújik majd a földbe, rettegve ássa be magát, nehogy az ember újból megölje. Fölriad, és nőne a virág, és magányos fegyverek kóborolnak, imbolyognak, új célt keresve, s vonítanak, mint az ebek, halott teremtőikre lesve. Ma azt gondoltam, kellene fegyver nekünk is, szelídeknek. Fegyvereket ölnénk vele, hisz akik nem ölnek, megölnek. Varga Tamás honvédelmi miniszter helyettes országgyűlési képviselő kiemelte, a háború sújtotta kárpátalja magyarsága számára kiemelten fontos, hogy hitet tegyünk a béke mellett. Köszöntjük adventet, és készülünk az első adventi vasárnapra, hanem segítünk is ezzel az adventi koncerttel és találkozással a kárpátaljaiaknak, hiszen azt gondolom, most ők vannak a legnehezebb és legrosszabb helyzetben, hiszen ebben a háborúban az orosz és ukrán katonákon és civil áldozatokon kívül magyar emberek haltak meg, kárpátaljai magyar emberek, és nagyon-nagyon sokan kényszerültek elhagyni otthonaikat Kárpátalján. Ez nekünk óriási veszteség és fájdalom, különösen akkor, hogyha nem fognak tudni visszatérni az otthonaiukba, ezért teszünk meg mindent ezen az estén is, hogy mi székesfehérváriak is segítsünk a kárpátaljai magyarságnak. Lerner Zsolt alpolgármester számára természetes, hogy ilyen formában is segítséget nyújtunk honfitársainknak. Itt a Szent István teremben gyülekeznek, és egy csodálatos adventi jótékonysági hangversenynek lehetünk majd fültanú és szemtanúi. Minden évben idén Kárpátalja két szervezetét támogatjuk, mint nézők, és egyáltalán az összetartozás jegyében karácsony, illetve advent időszakában magyarok a magyarokat.
Deák Lajosnyi a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, Székesfehérváron alapvetés, hogy évről évre megrendezik ezt az estét, ezzel is bizonyítva a határon túli magyarok iránti elkötelezettséget. Advent a várakozás időszaka a családban nagyon-nagyon jelentős, főleg a keresztény világban. Nagyon fontos, hogy nem csak a szívünket, lelkünket, hanem Advent a várakozás időszaka. Nem csak a lakásokat kell feldíszítenem, a szívünket, lelkünket. Egy nagy családban oda kell figyelni mindenkire és mindenre. Ez az alkalom az, amikor egy kicsit jobban le tudunk egymás mellett ülni. Megteszünk mindent egymásért, és a szeretettel összefogjuk az adventi időszakot. Nagyon fontos, hogy nem csak a háború időszakban segítsük a határon túli magyarságot, hanem minden évben és mindenkor. Ez egy jó lehetőség arra, hogy egy kicsit megnyugodjunk, elgondolkodjunk, ami történt egész időszakban, az egész évben, és egy kicsit talán fényesebben odállna az ünnep elé. Én nagyon örülök neki, hiszen idestova 20 éve részese vagyok ennek a csodának, ami ma este itt meg fog történni, hiszen nagyon sok jó ember egy helyen egy nagyon jó nemes célért tud közdeni. A szervezők Prekrit Judittal az élen idén is jelesre vizsgáztak. A magyar népi kultúra és énekművészet legrangosabb képviselőit sikerült megnyerniük, akik már számtalanszor bizonyították, hogy szívügyük a határon túli magyarság segítése. Mindig nagyon várjuk ezt az ünnepet, az adventet, és különösen most ebben a nehéz helyzetben, hogy háború van körülöttünk, és éppen Kárpátalja javára lesz az adventi jótékonysági koncertünk. Ilyenkor úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy érezzék, hogy hozzánk tartoznak, összetartozunk, és megpróbálunk ebbe a nehéz helyzetbe egy kis békességet, egy kis szeretetet vinni legalább erre az estére. Nyisztor Ilona, a pusztinai csángó népi kultúra letéteményese, európai polgári díjas népdalénekes idén is megérkezett csapatával, hogy gyönyörű énekeikkel támogassák a határon túli intézményeket, otthonról hazajöve, tiszta szívvel, a segítés szándékával. És fontos, mert egy, ha jótékonysági koncert, másik pedig olyan jól esik, hogy itten lehetünk újra Székesfehérváron, ha nem többször, bár egyszer az esztendőben. Mit hoztatok nekünk?
Hát szép énekeket, ajánlásokat mind nálunk pusztinába. Moldán Levente a Gyergyó Remetei születésű Liszt Ferenc díjas operaénekes számára a jótékonysági este teremtő szeretete, tisztelete és a jóság gyakorlása mellett egy valódi szellemi és lelki utazás, ami összefonódik az est szándékával. Akármilyen nehézségben van a világ, sok háború, akármi van, ami kimozdít minket a harmóniából. Fontos, hogy visszataláljunk a Szent Családhoz. Fontos, hogy Jézus intelmeit, Jézus tanítását komolyan vegyük. Ne csak így decemberben, de igazából most a december is egy nehéz idő sokak számára, és a művészek ilyenkor is, akármilyen gazdasági helyzetben, ők azok, akik meg tudják teremteni a meghittséget, és nekünk itt most komoly szolgálatot kell tennünk, és igenis el kell mondani, hogy a kultúránk mennyire helyt tud állni, és mennyire fontos, hogy ráhangolódjunk, hogy megőrizzük a Jóisten tanítását, és a karácsony szellemét úgy vegyük magunkra, akár csak a legkülönlegesebb ruhát. A Misztrál és benne Tóbi Stinelli Tamás ezzel az esttel is megmutatta, tanúságot tenni, ünnepelni nem csak azzal lehet, amit kapunk, hanem azzal is, amit adunk. Szép kedvesen látj kebelem, szíved búját, mint érezem, kicsi madár dalolj nekem, tündéri dal, szeretem. Néhány nagyon kedves dalt hoztunk, tulajdonképpen a költők üzenetét hoztuk ezen a szintén ünnepi alkalommal is. Hát az irodalmat soha nem lehet, hogy úgy mondjam, megunni, és soha nem lehet félretenni. Tulajdonképpen, mint ahogy mindig, most is az a célunk, hogy az irodalom szeretetét, a versek szeretetét hintsük, és megszerettessük az embereket még inkább az irodalommal.
Tulajdonképpen, ahogy szoktuk mondani, az irodalomban és a versekben megvan minden, ami üzenetet adhat és átadhat, és reményt adhat az embereknek ezekben az időkben is, és minden időben. Az este egyik csodája a Mistral együttes fellépése volt Heitzinger Mika és társai ezúttal, Sudár Anna Máriával adventi műsorukból merítkezve tettek hitet, határon túli barátaink megsegítése mellett. Szolgaságunk idejében minden ember csak beszélt. Mi valánk a legelsők, kik tenni mertünk a honyért. Mi emeltük föl először a cselekvés zászlaját. Mi riasztók föl zajunkkal nagy álmából a hazát. A földet, mely koporsó volt, s benne egy nemzet a halott, megillettük. S 14 millió szív földobogott. Egy szóvá, egy érzelemmé olvadt össze a haza. Az érzelem lelkesülés, a szó szabadság van. Ó, ez ritka szép álom volt. S majd, ha vénül a világ, elmondják az unokáknak ezt a kort a nagyapám. S mi Becsben hírben álltunk, még tartott a küzdelem. De Becsünknek, de hírünknek vége lett nagy hirtelen. Kik nem voltak ott a csatán, a diadalhoz jöttenek, s elszedék a koszorúkat, mert a szóhoz értenek. E sereg, mely még folyt a harc, el volt bújva vagy aludt, így szólott a diadalnál, mi viseltünk háborút. Legyen tehát a tiétek a dicsőség és a bék. Isten neki nem küzdénk mi sem dicsőség, sem diért. És ha újra tenni kell majd, akkor újra ott leszünk. S magunknak bajt, s ti néktek, koszorunkat szerezünk. Viseljétek a lopott hírt, a lopott babérokat. Nem fogjuk mi fejetekről leszaggatni azokat. Abban lelünk mi jutalmat, megnyugosszunk mi azon. Bárkié is a dicsőség. A hazáé a haszon. Imáron sokatszor jövünk a Mistral együttessel együtt, hogy közös kis műsort adjunk. A Petőfi évre fogunk emlékezni, vagy a Petőfi év kapcsán fogunk az összeállításunk elején két verset, illetve hármat elmondani, elénekelni, és utána pedig természetesen az adventhez kapcsolódóan, advent elejéhez kapcsolódóan következnek versek, illetve megzenésített versek. Szorák Katalin ebben az esztendőben is elbűvölte dalaival a közönséget. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes számára fontos, hogy esztendőről esztendőre megerősítse Székesfehérváron is segítő szándékát. Jézus háromszor esztendőben, Jézus magát úgy jelengeti már. Először jelenti nagy karácsony napján, Jézus magát úgy jelengeti már. Másodszor jelenti hangos húsvét napján, Jézus magát úgy jelengeti már. Harmadszor jelenti napján, Jézus magát úgy jelengeti már. Nagyon nagy örömmel bólintottam a Judit kérésére, hogy itt legyek ma. Két héttel ezelőtt, épp 19-én voltam Munkácson, pont a Szent Erzsébet Karitász 25. évfordulójának voltam a díszvendége, és nagyon jó érzés volt ott azok között, az emberek között létezni, lenni, mert hihetetlenül hálásak voltak minden egyes dalért, és olyan öröm volt számomra is, hogy valamit tudok adni az énekeken keresztül, valami remény sugarat, és az, hogy gondolunk rájuk, ez egy nagyon fontos dolog ezekben a nehéz helyzetekben. Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházközség főjegyzője, az est egyik kedvezményezettje képviselőjeként küldetésének tekinti a magyarság identitásának megőrzését. Ez a mai este egy olyan este, hogy önök, mindenki, aki itt van,
meg aki hozzájárult ez a mai estéhez, ez mindenkiben látszik az, hogy nem hagyják magukra a kárpátai testvéreket, akik önök eljöttek azzal, hogy segítsünk a bajba jutottakon, segítsünk azokon a testvéreken, akik magukra maradtak odahaza, akiknek gyermekei elmenekültek, akiknek nincs egy szelet kenyér, amit adjanak. Az a több mint 100 jó szándékú vendég, akik elfogadták ezt a meghívást, sereget tettek az adománygyűjtő szándéknak, bizonyította, hogy mindig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ezt közvetítették, üzenték határon túli magyar testvéreinknek is. A jótékonysági és zárásaként bejelentették, hogy az idei gála is sikerrel zárult, összesen 1.452.000 forintnyi támogatást gyűlt össze a kedvezményezett intézmények javára.